Hétköznapok, keresztény szempontok, értékrend, világnézet. És nagy szeretettel köszöntjük a hallgatókat, és itt a stúdióban dr. Rugási Gyulát, az MTA doktorát, a Szent Pál Akadémia oktatóját. Szervusz! Szervusz, én is tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. És hát arra vállalkoztunk, hogy a görög filozófiákról fogunk most beszélgetni ebben a következő egy órában. Ez azért is érdekes számunkra, mert ugye a világképekről, a világnézetről tartunk sorozatot, és a legfőbb kérdés kicsit gyakorlati módon megközelítve, hogy mik azok a világnézetek, amik a mi európai gondolkodásmódunkat befolyásolták, és hát nem mehetünk el a görögök mellett. Hát természetesen nem csak, hogy nem mehetünk el a görögök mellett, hanem teljesen magánhasználatra a hallgatóinak azt szoktam mondani, hogy a kinyilatkoztatás csodáját követően a legnagyobb csoda a mi világunkban és az európai kultúrában az a görögség. Mindazt, amit jós-rossz értelemben a görögség ránk testelt, tehát természetesen ez olyan parttalan és áttekinthetetlen világ, hogy csak belekóstolni lehet. De ez a belekóstolás tökéletesen elég ahhoz, hogy a dolognak a súlyát és a dimenzióját érzékeltetni legyen képes. Hát igen, erre tettük föl ezt az egy órát, és hát nem is ígérünk a hallgatóknak mást, mint azt, hogy belekóstolunk, viszont ezt a legalkalmasabb személlyel szerettük volna megtenni, ezt a belekóstolást, és ha lehet, akkor kezdjük is azzal, hogy ahogy én utána néztem, nyilván a görög kultúrának hogyan alakult ki, miket írnak a kezdetekről akár a történészek, ugye Nagy Sándorhoz kötik a hellenizmusnak a kialakulását, és már maga ez az egész fogalom is, maga a hellenizmus, azt mondják, hogy ez egy teljesen új korszakot nyitott meg, mondjuk Nagy Sándornak a korszaka. Egy egész gondolkodásmódra, mondhatnánk az egész világra hatással volt. Te mit gondolsz erről? Von der Eusen a 19. században, aki kiváló német történész és kultúrhistorikus, az egész hellenizmust már hanyatlásvégi tünetnek érzékelte. Magyarán szólva, hogy a Nagy Sándor nevéhez és az ő vezéreihez, a diadokhoszokhoz kötött immáron valóban internacionális vagy világkultúra, az a valódi, az igazi görög szellemhez mérten úgymond hanyatlás lett volna. Ezt a nézetet elég sokan képviselik, nyilván a kedves hallgatók Nietzsche-t ismerik elsősorban közülük, vagyis ugye a hellenizmusok kora, vagy az alexandrizmusnak a kora, az igazi görög szellemhez képest már valami felhigított jelenség, de hát ha itt mi most világnézetről és világképről beszélgetünk, szögletes zárójelben engedjék meg nekem, hogy megjegyezzem, hogy ezek a kifejezések, amelyek félig meddig ugye a nyelvújítás korában a németből tükörfordítások, a Weltanschauung, a Weltbild és egyebek, ezek nagyon kötött jelentéssel rendelkeznek a filozófia történetben. Kanttól kezdve a 20. század legelejéig, vagy a 19. század végéig, Dilteig. Különösen a Goethe-Zeit a romantika korában. Két apróságot szeretnék ezzel kapcsolatban megjegyezni, hogy közös nevező ezen felfogások között, hogy a világnézet az valami olyasmi, amely által és amelyen keresztül a világ akar megérteni valamit, és amit idézőjelben, hogy a világ hát nem valóságos szubjektum megért, az hogyan képes rá kényszeríteni, rá testálni a kor emberére, vagy hogyan nem képes. Az igazi világnézet az tényleg olyan, hogy nem én alakítom ki, hanem engem alakít. És a modernitásban ez sokszorosan igaz. Na most, hogyha ezt megpróbáljuk visszavezíteni a vizsgált korszakunkra, a klasszikus görögségre vagy a hellenizmus korára, akkor tényleg ez a Nagy Sándor, Alexandrosz és a diadokhoszok kora egyfajta törésvonal, mert a görög szellem megszűnik autokton módon, tehát saját jogúan görögnek, hellénnek lenni, és valami olyan befolyásra tesz szert, ami természetesen oda-vissza hatásmechanizmus, tehát nem csak a görög nyelv, a görög kultúra hat a földközi tenger keleti medencében elsősorban különböző orientális hagyományokra, az egyiptomitól, a perzsától, a szíren át, most nem sorolom, hanem megfordítva is. Így a Dreisen vagy Nietzsche nevéhez kötött iménti megállapítás, a felhígulás,
és a szinkretizmus, ez is egy olyan bűvös kifejezés, amelyet általában használni szoktak, tehát különböző kultúrák elegyedései, különböző filozófiai irányzatok, hogy is mondjam, csak tablószerű vagy mozaikszerű egybeilleszkedései, azok valóságos lehetőséget és valóságos táptalajt kínáltak arra, hogy először talán a történelemben, a modern értelemben felfogott világnézet az történeti politikai keretbe illeszkedjék. Ez görögül úgy mondják, és ez kifejezést a újszövetségi görög, a koiné is használja, az oikumené. Tehát a lakott világ nyelve a görög, jól, rosszul mindenki beszél, olvas görögül. Talán valami olyan kifejezést kéne használnunk, hogy basic Greek, a basic English mintájára, hogyha nem is ez a tanult nyelve az embernek, meg nem is ez az anyanyelve, de kiválóan alkalmas a kulturális cserére, és ez igaz mindenféle szinten a filozófiai irányzatok egymást megismerésére, a kultuszok, a misztériumvallások, a politikai nézetek, nem sorolom, a művészetek elegyedésére. Tehát valóban egy olyan világ kezd kibontakozni a szemünk előtt, amely mondottan volt ennek a bizonyos modern értelemben felfogott világnézetnek hát az első modellje vagy megjelenítője. Szabad még egy példát talán említenem, hogy a 4. század elején élt és működött nagy fontosságú keresztény gondolkodó, Cezáreai Eusebius püspök, az egyik művében, amely azt a címet viseli, hogy Preparatio Evangelica, egy nagyszabású teoretikus koncepciót fejt ki, amely körülbelül így rövidíthető, vagy foglalható össze, hogy a hellén világ, vagy ez a bizonyos hellénizált világ, tehát görög nyelvű világ, közvetítő nyelvű világ, évszázadokon át készült az evangélium befogadására. És ez egy nagyon bölcs és nagyon igaz gondolat. Természetesen nem úgy kell érteni, hogy tudatos tervnek megfelelően, és ez így már mindig csak visszafelé igazolható, de valóban ennek a bizonyos, a földközi tenger keleti medencéjében kibontakozó görög nyelvű világnak a megléte nélkül esélye nem lett volna egy a zsidóságon belül, úgy mondjam, eretnekségként minim közül feltörő kultusznak arra, hogy elterjedjen méghozzá viharos gyorsasággal elsősorban a keleti medencéjében, a Mediterráneumban, aztán Rómában is, majd pedig az egész római birodalomban. Így tehát, summa summarum, nyugodtan kijelenthetjük, hogy Dilthey-i vagy akár Spengler-i értelemben is, most a 20. század elején vagyunk, talán a hellénizmus az, amelyre modern értelemben is kijelenthetjük, hogy íme ez már a világnézet, vagy a világnézetek kora. Igen, említetted ugye a klasszikus görög gondolkodást. Ha most nagyon leegyszerűsítően kellene elmondani, hogy ez mit takar magában, akár a hellenizmushoz képest? Hát ehhez ugyebár végig kell pörgetnünk nagyon gyorsan, hogy mit tudunk az archaikus és a korai görög irodalomról, művészetről, történelemről, és az első mozzanat, amit föl kell említenünk, az Homérosz és a homéroszi eposzok, amelyek, hát hogy mondjam, a világkultúrának olyannyira részei, ugyebár, hogy ha megint egy adomával segíthetünk magunkon, ez ugyebár hálás dolog. Amikor az ifjú 25 éves Nietzsche elfoglalta a bázeli katedráját, mondom, 25 évesen lett egyetemi tanár, akkor megtartotta a bemutatkozó előadását. A bemutatkozó előadás az arról szólt, hogy Homérosz és a klasszikus görög kultúra. És ebben az előadásban fejti ki azt a nézetét, amely most függetlenül attól, hogy Nietzsche-t hova tesszük és miként érdekeljük, több mint zseniális. Tudnélik, hogy mit hallgatott, miről énekeltek a szirének, amikor Odysseusz oda kötöztette magát az árbochoz, és a többieknek viasszal tömte be a fülét, de a sziget fövején ugye csontvázak halmaza evert. És ugye Nietzsche-nek az a fantasztikus ötlete, hogy semmi egyebet nem énekeltek a szirének, mint a héroszoknak, a hősöknek az eljövendő dicsőségét. Ez az, amit minden hérosz hallani akart, akár az élete árán is. Hogy miként vélekednek majd róla halála után. Achilleus pontosan tudja azt, hogyha, mert az anyja Tethys megjövendőli neki, hogyha elmész Trójába, meg fogsz halni. Nem baj, de a nevem, majd túlél engem, a nevem nagy lesz. És lőn.
Azóta eltelt 32 évszázad a történeti kort, ha vesszük a homéroszi háborúk korát, a kései, mükénei periódust. És nincs gyakorlatilag az Európában olyan gyerek, aki ne tudná, hogy kicsoda Achilleusz. Na, tehát ez az a világ, amelyet archaikusnak nevezünk, és amit mi leginkább az iskolából ismerünk, az az aranykor, ugye az aranykori Atén főleg, tehát ugye a drámaírók, a történetírók, a periklészek, a politikusok kora, azt megelőzően pedig ugye a 6. századtól valami új, ami születik a tragédia mellett, hogy a tragédia melletti újdonság az a filozófia. Hozzá kell tennem, hogy a filozófia nem volt hosszú ideig, nem volt az előbbiek értelmében világnézet formáló erő évszázadokon keresztül, úgy Isten igazából a görög világban, mert megmaradt nagyon ezoterikus, nagyon-nagyon, hát hogy mondjam, arisztokratikus jelenségnek. Még Platón idejében is, ugye Platón akadémiát mindenki ismerte Athénban, de Arisztotelésznek, aki Platón kedvenc tanítványa volt állítólag, a Lükeionát már nem, az a város szélén elfeküdt, és csak nagyon kevesen ismerték. Aztán elindulnak olyan filozófiai irányzatok, mint például a sztoicizmus, ahol felfeltünedeznek az orientális hagyomány képviselőit, akik már nem görögök. És gyakorlatilag a kereszténység születésének időszakában jutunk el odáig végérvényesen, hogy egy művelt római, vagy egyiptomi, vagy romanizált akármilyen ifjú, az össze-vissza peregrinál a birodalom keleti felében, és meglátogat, kipróbál különböző filozófiai iskolákat. Azzal a sajátos paradoxonnal találkozunk, hogy igazából véve világnézetté a görög filozófiát a kereszténység avatja. Egy példával még, ha szabad, a második század derekán Justinosz vértanú halált halt egyházatja, ugye ír egy nem túlságosan színvonalas fiktív dialógust, az a címe, egy dialógus a zsidó Trifonnal, és ennek az első 9 fejezete elbeszéli, hogy a megszemélyesített szerző az milyen filozófiai iskolákat látogat végig. A jelenet Efeszoszban játszódik egyébként, ugye az egyik legnagyobb városban, a római birodalom ezen időszakában, 4 közül az egyik legnagyobban. És aggályosan végig sorol mindent, a sztoicizmustól kezdve, a középplatonizmuson át, a szkeptikusokig, és a többi, és a többi, és a többi. Nem véletlen tehát, hogy az Areopágoszi beszédben, ugye az apostolok cselekedeti 17. fejezetében pontosan azokkal az iskolákkal találkozunk, a sztoikusokkal és az epikúreusokkal, akik mellett, vagy akikhez képest, például az epikúreusokhoz képest jóval jelentősebb volt az akadémia hagyomány, a platonizmus, de ők nincsenek ott. Tehát, hogy mondjam, a világnézet szempontjából, ahogy az átlag halandó őket ismeri, követi, hall róluk, ha szabad így fogalmazni, ők, hogy is mondjam, csak nagyobb teret foglaltak el a köztudatban. Ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy jelentősebbek is, természetesen. Tehát még egyszer mondom, hogy eme sajátos paradoxon, hogy igazán világnézet formáló erővé a kereszténység, a keresztény exegézis avatta a görög filozófiát, addig azért a művelt, hogy is mondjam, csak ifjúság és a művelt emberek privilégiuma volt, hát ezt tudatosítani kell valahogy. És éppen ezért, hogyha a görög kultúra továbbéléséről és világnézet formáló erejéről beszélünk, akkor mindig tekintetbe kell vennünk azt, hogy ez immáron leválaszthatatlan a kereszténység, nem csak az ókereszténykor, hanem az egész európai keresztény kultúráról, mindig szimbiózusban kell elképzelni őket. Tehát ez a klasszikus felosztás, hogy zsidóság, görögség, aztán a kereszténység, stb., meg a felvilágosodás, mint az európai kultúra, támpillérei, ezek csak helyjel közel igazak, mert ez a szimbiózis, és gondolom, hogy a kifejezést mindenki ismeri, ez fontosabb annál, mint a komponensek külön-külön. Tehát egy holisztikus rendszer, ahogy ezt mondani szokták. De hogyha ez a szimbiózisban megnézzük a görög oldalt, akkor az pontosan mit takar?
Tehát ugye beszéltünk itt a klasszikus görögségről, aztán ugye Platón is szóba került, aki ehhez képest már egy picit újdonságot hozott be, ha jól gondolom, a filozófiába, és utána, ahogy megyünk tovább, azért ez finoman változott. Amikor így egészében beszélünk a görög világképről, világnézetről, vagy gondolkodásról, filozófiáról, akkor az konkrétan mit akar? A kérdésre azért nehéz pár mondatban frappáns módon válaszolni, mert már maga a kifejezés, hogy a görögség is egy olyan szétfolyó valamit takar, egy olyan plazmatikus, sőt, inkább mondom, fluidumszerű valamit takar, hogy nagyon nehéz rajta fogást találni. Tudnélik, ha azt mondom, hogy görögség, akkor mire gondoljak? Attikára? Gondoljak már Kis-Ázsiára is, gondoljak már Dél-Itáliára is, gondoljak Makedóniára, gondoljak Alexandria. Tehát létezett egy ilyen fogalom, hogy nagy görögség, ugyebár, nagy Görögország, amely gyakorlatilag a Kürénétől, tehát a mai Líbiától terjedt egészen a mai Szíriáig, Alexandriától föl a Balkánig. Magna Grécia, ugyebár, éppen ugye a görögség hordozója, mint hogyha megpróbáljuk ezeket a, hogy is mondjam, csak saját jogú elemeket kikutatni bennük, ahogy például Nietzsche is tette, a dionüszoszi elemet tartva a legősibb kultikus komponensnek meghatározó erőnek, de ez nem fog menni. Egyszerűen képtelenség. A görög kultúra arculatát sokkal inkább fejezi ki Magna Grécia, és ennek nem volt, hogy is mondjam, csak igazi epicentruma. Tehát olyan, mint a mi univerzum fogalmunk, hogy nincsen benne kitüntetett középpont. Szó szerint is igaz az iménti állítás. Tudnélik, a görögségnek a szimbolikus összetartó ereje az a delfói kultuszhely volt. Delfóiban minden görög városállam vagy kis királyság fönntartott fogadalmi templomot, oda ajándékot vitt, áldozatot mutatott be, és egy ideig kincstárként is működött, közös kincstárként. Ennyi és nem több. Az ilyen szövetségek, mint például a Déloszi, pillanatok alatt hullottak szét, és barzalmas polgárháborúkká és háborúkká fajultak, mert egyszerűen a legkorábbi időkben, ugyebár most a mükénéi kort hagyjuk, de mondjuk Atén és Spárta rivalizálása megengedhetetlenné tette, vagy képtelenné tette azt, hogy egypólusú görögségről beszéljünk. A kisebbek pedig, azok felsorakoztak itt vagy ott. Továbbá arról se feledkezünk meg, hogy a legtöbb görög városállam Attikán kívül, illetve a Peloponészoszon kívül, vagy Eubaján kívül, az gyarmatos városként jött létre. Tehát kolonializáció eredményeképpen telepesek hozták létre. Tehát ha Efeszoszról beszélünk, vagy Pergamonról beszélünk, ilyen helyekről, akkor ezt tekintetbe kell venni. És bizonyos idő után erre már senki sem emlékszik, ezek a bizonyos gyarmatos városok is létrehoztak saját településeket, és így szinte sporadikusan levelte ki magát ez a bizonyos görög kultúra, ismét mondom, a földközi tenger keleti medencében, hát de nem a semmibe, hanem a befogadó népek körében, és ezek a műveltségelemek, kultikus elemek össze-vissza keveredtek. Gyakorlatilag a helyzet úgy fest, hogy a római birodalom képes volt ugyan egységes politikai alakulatot létrehozni, egységes kultusszal, bármint a császárkultussal és a császárkultuszhoz tapadó követelményekkel, de világnézetet nem volt képes létrehozni abban az értelemben, ahogy most világnézetről beszélgetünk. Ezt a Pantheon szemlélet fejezte ki a legékesebben, Rómában is, vagyis, hogy az elfogadott kultuszok a religio licita értelmében bebocsátást nyertek ebbe a bizonyos Pantheonba, és ennek megfelelően Rómában az Isis kultusz, vagy nem beszélve a Mithrasz kultuszról, az egy fontosabb tényező volt, mint a régi italikus világból, meg a császárság előtti világból átmentett isteni Pantheon.
nem beszélve arról, hogy azoknak egy része az etruszk volt, és nem is római, de ezt különben ne bántsuk. Egységes világszemléletet, vagy világnézetet hosszú-hosszú évszázadok küzdelmei során, vagy eredményeképpen a kereszténység volt képes az egész római birodalomban létrehozni és felmutatni, mondom évszázadok múltán. Tudva lévő az, hogy mit tudom én, a negyedik században, amikor az utolsó pogány restaurációs kísérletet végrehajtó Julianus apostata császár 361-363-ig uralkodott csak, elment Trójába, és ott fogadta a trójai püspök, és nagyon megörült, hogy végre jött egy igazi pogány, mert ő is csak névleg volt püspök, amúgy pedig X-kultusz beavatottja. Pergamonban ugye bár ugyanez történt, ahol az Asklépeionnak a főpapja volt a püspök, és itt tovább, végtelenségét lehet ragozni. Ez nem úgy ment, hogy mi ezt elképzeljük, hogy mondjam, ezt a neoprotestáns attitűdöt, vagy ezzel a bizonyos neoprotestáns attitűdöt, hogy az ember megtér teljes nusszával, teljes kardiájával, szívével, és aztán kezdődik egy új lap. Ezek nem tértek meg, legalábbis egy igen jelentős részük. Fölvették azt a kulturális mászt, amely ugye szükséges volt a politikai túléléshez és a jóléthez, ugye, mert nyilván egy püspök azért ez másként festett, mint egy levitézlet kultusz fő beavató papja. Aztán később azt várna az ember, hogy ez megváltozott. Nem, hát ugye a germánok térhódításában, különösen nyugaton, megint csak jött egy olyan dózis több hullámban, ami lehetetlené tette ezt a neoprotestáns elvárást, hogy a keresztény az valóban keresztény legyen. De hát most nekintsünk el, és zárjuk azzal, hogy amennyiben veltársaljunk, amennyiben világnézet, akkor ezt a hellenizmus és a római birodalom létrehozta és felkínálta politikai, de nem csak politikai, hanem kulturális keretek között, mint egy készen kapva lehetőséget a kereszténység töltötte meg, hát mi leegyszerűsítve iskolás módon talán azt mondhatnánk, egy egyfajta szellemi munícióval, tartalommal. Igazából véve tehát a hellenizmus után, vagy azt messze fölülmúlva, ez lenne az, amelyet modern értelemben, tehát a 19. és 20. századi Geistesgeschichte, tehát szellemtörténet képviselőinek szemüvegén keresztül is világnézetkornak nevezhetünk. Na és hogyha ezt akkor másik oldalról próbáljuk megközelíteni, a korai kereszténységben fellelhetők bizonyos embereknél, gyülekezeteknél, akár írásokból azok a görög filozófiák, amelyeket már te is említettél, akár a sztoicizmus, az epikúreusoknak ugye a tanítása, de ugye tanítják az iskolába a hedonizmust, az aszkétizmust, mint ilyen irányzatokat. Tehát ezt lehet látni, hogy úgy szivárgott be, vagy maradt meg a korai keresztények között, hogy nem volt tudatos nyilván, de hogy ez fellelhető? Vegyük tekintetbe azt, hogy egy átlag művelt ember, aki gümnasziumban járt és utána pedig jogi, grammatikai, filozófiai, matematikai, stb. Stúdiumokat végzett, az szükségszerűen találkozott ezzel a világgal. Azt már az imént említettem, hogy az már saját belátására volt bízva, hogy meggyőződés szintjén melyikhez csatlakozik. Szóval azért említettem Justinus példáját is, mert ott minden jelen volt, csak a meggyőződés, nem? Hát ki kellett próbálni az összeset. Lukiánosnak, a szír születésű nagy szatirikusnak van egy ilyen dialógus, egy vitárum aukció, a világnézetek árverése. Ez már a kereszténység első százada végén játszódik, ahol fölvonulnak a rabszolga piacon a jeles filozófusok, és megpróbálják őket eladni. De hát a kutyának nem kellene, különösen Arisztotelész szegény jár rosszul, mert sovány is nem ért semmihez. Hát nem lehet őket alkalmazni sem házi munkába, se a mezőn, se a bányában, semmire. Magyarán szólva, ez a bizonyos nagyon durva, de nagyon szellemes szatíra, hogy kifejezi azt, hogy hát azért a filozófia mindig megmarad elit kultúrának. Ám de, és ez a lényeges, a misztériumvallások döntő többsége,
Tehát mondjuk a legfontosabb a Mithrász kultusz, hogy a második században ugye a óriási hatással tért hódító gnoszticizmus magába illeszt egy csomó olyan elemet, amely a guruk kultúrának a különböző rétegeit, hogy is mondjam, csak mutatja föl. Tehát a privát vallásosságot, a mágia, a feliratok, a fogadalmi szövegek, a mágikus amulettek, gyűrűk és a többik szintjén, illetve az elvont teológiai traktátusokat. Ezeknek a megszövegezésében, ezeknek a kontextusában mind a görög filozófiának, mind a görög kultúrának döntő fontosságú szerep jut. Mert egyszerűen nem tartunk még ott, hogy a kinyilatkoztatás által fölkínált irodalmi kontextuális kereteket, azt keretek elégségesek legyenek ahhoz, hogy mindenki megértse őket. De ott szerepelnek különböző keleti kultuszok, istenei, démonok, angyalok, stb. És szerepelnek különböző istenek, és szerepel a görög kultúra, ment meg annyi műveltség rétege, hát ne felejtsd el, hogy a jobbak kívülről tudtak az Iliászból énekeket. Ez az iskolai tananyag része volt. Akkor pontosan tudták az illető szövegek megkomponálói, hogy inkább és gyorsabban élnek célhoz, mint hogyha kizárólag az új szövetség, illetve a bibliai kinyilatkoztatás kontextusához ragaszkodnak, amelyet még ez idő, tehát a második században nem lehet ennek a bizonyos tömegkultúrának általános formajegyeiként fölfog. Később persze egészen más lesz a helyzet, de még nem. Ezen kívül pedig egy nagyon fontos dologra mégis még hadd hívjam fel a figyelmet. Ugye számtalanszor hallottunk már ilyen gondolatkísérletet, hogy a kereszténységnek, a keresztény exegézisnek, hát ha nem is a halála, de hát hogy is a megrontója volt az, hogy összeházasodott a görög filozófiával elsősorban, főleg a közép- és neoplatonizmussal egyébként sem így igaz fehéren-feketén, mert legalább annyi, sőt több formai elemet vettek át a középsztoából például, tehát a sztoicizmusból. Hát erre vonatkozóan egy másik gondolatkísérletet szeretnék ajánlani, ezt bárki elvégezheti, hogy vajon hogy nézne akkor ki a keresztény exegézis, a teológia, a dogmatika, és a többi, főleg a trinitológia, a Szent Háromságtan, hogyha ebben nincs. Ebből kivesszük a görög kultúrát, kivesszük a görög filozófiát. Ezt el sem tudjuk képzelni. Fogalmunk nincs róla. Valószínűleg valahogy úgy festene, mint a Talmud, de erről már többször esett szó. Tehát egyszerűen nincsen alternatíva erre nézve, hogy mi lett volna akkor, ha, milyen lett volna akkor, ha ez a bizonyos szimbiózis, vagy nem tudom minek nevezem, a szimbiózis kifejezés már szerepelt, nem jön létre, és az exegézis anyanyelvé nem elsősorban a görög filozófia válik. Notabene ebből a szempontból akár már Pál apostolt is érheti kritika, vagy érhetné kritika, dehogy éri, hát én részemről természetesen nem éri. Egyszerűen ahhoz, hogy megszólítsa a közönségét, és ebből a szempontból lásd, teszem föl római levél, ugye talán a legnehezebb, mindent összegyúrva kaliberű teológiai mű, címzetjei elvileg, ugye bár a római zsidók és zsidó keresztények főleg, mégis mi az, amivel operál? Hellenisztikus római jogi nyelv, filozófiai nyelv, és csak harmadsorban jön szóba, ami természetes örökség, vagyis mi úgy mondjuk keresztény alapon, ugye az Ós Testamentum kulturális öröksége, nyelve, és a többi, és a többi. Vastagon szedve, ugye a Septuaginta görög fordítás nyelve. Ez van. Következésképpen, ha, most már nem tudom, hanyatszor kerül ez így szóba, a világnézet kora, vagy a világnézet, hogy is mondjam, csak miben léte az, amit vizsgálunk, akkor szigorúan megkövetelte, hogy úgy mondjam, igen, szigorúan megkövetelte ezt a bizonyos szimbiózist, másképp nem is lehetett volna. Természetesen ez az én magánvéleményem, és nem,
nem szükséges ehhez csatlakozni és tapsolni hozzá. Csak ismét mondom, hogyha valaki a másik irányba végez gondolatkísérletet, akkor hamar falakba fog ütközni, pont, 3 darab. Na de amikor a többségünk az iskolában elkezdi tanulni a görögséggel kapcsolatos tényeket, akkor az első, amit találunk, ugye ez a politeizmus, tehát hogy több isten hit volt Görögországban. Ehhez képest, ugye, ha jól tudom, a későbbi filozófiák már inkább mondhatni azt most a közérthetőség kedvéért, inkább már materialistább alapokra helyezték a lényeget. Hogyan zajlott ez? Tehát hogyan volt mondjuk ebből a politeista világnézetből áteveztek, ha lehet ezt, ez a kérdés, hogy áteveztek-e egyáltalán egyfajta kicsit ilyen földhöz ragadtabb gondolkodásmódhoz? Igen. Hát akármilyen, akármennyire is földhöz ragadtnak nevezed, az bizony nem lesz földhöz ragadtabb, mert hogyha az imént azt mondattam, hogy a kinyilatkoztatás után a legnagyobb csoda, mondjuk a görögök tragédia, költészet, vagy filozófia, vagy Homérosz, akkor hát nagyon-nagyon nehéz dolog ezt itt valamilyen formában elkülöníteni. A klasszikus, korai görög filozófia történeti szöveggyűjtemények a Dilskránctól a Körkörévénig megpróbálják valahogy úgy tálalni a dolgot, hogy ez az egész a kultuszból vált ki. Tehát ilyenekből, mint mondjuk orfizmus, vagy pitagoreizmus, és a többi, és a többi. De azt a határt megvonni, hogy innentől kezdve még mitológia, onnantól már filozófia, hát ezt senkinek nem sikerült, hogy Isten igazából, tehát tudomásul kell venni, hogy ezek a filozófiai iskolák úgy működtek, mint kultikus közösségek. Tehát a legtöbb preszokratikus, kis-ázsiai vagy szicíliai, most mindegy, tehát a Herakleitosz embergyűlölő volt, és nem tartott fönn iskolát, de a nagyok közül szinte mindenki, Anaximandrosztól kezdve, Parmenidészig, Empedokszéig, és a többi, zárt filozófiai közösségben éltek, ahol a tanítványok megtanulták kívülre, ezért írták költeményes formában a műveket, és deklamálták, majd hogy nem el nem énekelték már, bocsánat. Következésképpen ebből most nem arra akarok kiukadni, hogy ironizzálják, hanem arra, hogy ezek az zárt kultikus, filozófikus közösségek, ezek, hát hogy is mondjam, csak mégiscsak úgy működtek, mint kultusz bizonyos szinten. Tehát vallásos képződményként, amikor már nem, amikor már, ha már materializmusról beszélsz, tehát ugye, előbb említettük Epikúroszt, vagy Demokritoszt, vagy korábban Anaxagoraszt, tehát atomelméletekről és egyebekről beszélünk, akkor ez a dolognak csak az egyik oldala, tehát az, amit ma úgy nevezünk, hogy ez a pretudomány, a tudomány kialakulásának stációja. Mindenütt kitüntetett szerepet játszott ugyanis a matematika, főleg a geometria volt az, ami a görögséget igazából érdekelte, illetve ahogyan kifejezte magát. És ismerünk olyan mindenki által ismert történet a pitagoreusoknak a matematikának vallásos rangra emelését, vagy a geometriának vallásos rangra emelését, amelyek ugye kétségessé teszik, hogy ezek a világok, hát hogy mondjam, vegytiszta módon valaha is elváltak volna egymástól. Amikor már igen, az már tényleg nem a görögség, hanem ahogy az előbb a kiindulási pontunkhoz térjünk vissza, már a hellenizmusok, vagy a hellenizmus kora volt. Amikor ezek a rivalizáló irányzatok vagy visszatértek bizonyos kultuszokhoz, mint a neopitagoreizmus, a közép- és neoplatonizmus, és a többi, és a többi, vagy pedig megmaradtak valamilyen, hogy is mondjam, csak iskolás, tehát szkolészerű tanrendszer részeivé. De hogy világosan érthető legyen ez a dolog, amennyiben egyáltalán világosan érthető, hadd hozzak egy példát, senkinek nem jutott eszébe a negyedik század elejéig, ugyanakkor és másfelől, hogy bármelyik filozófiai rendszer mögött közvetlen, mi fogalmaink szerint felfogott kinyilatkoztatást, görögül akár apokalipsziszt, akár pedig fanerosziszt keressen. Ez először Plotinosz
kedvenc tanítványának, Porfíriósznak jutott eszébe, aki származására nézve föníciai volt, Malkinak hívták tehát a nevét, hogy Porfíriósz ezt Plotinosztól, a mesterétől kapta, aki azt állította, hogy Platón olyan egyfajta inspirált, kinyilatkoztatott tudás birtokában írta műveit és folytatta ezoterikus és eszoterikus tanítását. Most nyilvánvaló, hogy ez rivalizálás akart lenni a kereszténységgel. Tekintettel arra, hogy Porfíriósz egyik legfontosabb kereszténység elleni teoretikus vitairat szerzője, a Kata Christianon Logon, a kereszténység logoszai tanításai ellenében írott mű, nyilván megpróbálkozott azzal, hogy ez sem valami autokton bibliai jelenség, most mindegy, hogy hova jó szövetségi, hanem már lám a görögök is. És ez a játszma évszázadokon át folyt. Az apologéták, a keresztény apologéták, Justinosz nevét említettem az imént, de már a zsidók is, Filonész vagy Fabius Josephus is azt akarták bizonyítani, hogy ők ősibbek, régibbek, mint a görög kultúra, tehát Mózes nagyobb filozófus volt, mint, mit tudom én, Herakleitosz, vagy még Homérosznál is nagyobb művész, meg amit akarsz, és vannak ennek kései lecsapódásaként érzékelhető, azt hiszem, a porfíriószi szándék, mondom, hogy ez senkinek nem jutott eszében, hogy közvetlen kinyilatkoztatást, isteni inspirációt véljen felfedezni az egész platóni életmű mögött. Tehát most nem Szokratész daimonjára és nem Szokratész orákulumára kell gondolni, de elfolyból természetesen, hanem magának a szerzőnek a adott kinyilatkoztatás. Ilyen nincs. Következésképpen, hát hogy is mondjam csak, nagyon nehéz elkülöníteni ezek között a, hogy mondjam, interferencia játékok között azt a bizonyos határt, amelyel azt akarjuk kifejezni, hogy eddig ez, onnantól kezdve amaz, és így tovább, és így tovább. Ilyen azt hiszem nincs. A legapróbb építő kockák már a késői hellenizmus korától fogva, hogy a második századtól időszámításunk előtt, de hát a keresztény születését követően pedig végképp, a legapróbb építő kockák már keverékek. Ez van. Következésképpen N plusz egy egyszer mondom, hogy kiválóan alkalmassá váltak arra, hogy a mi fogalmaink, tehát a modernitás szempontjából felfogott világnézet építőkockájául szolgáljanak, és azt a művelt ember a birodalom különböző részein, legyen bár pogány, legyen bár keresztény, többé-kevésbé azért értette. Szóval értették egymást, még hogyha a szándék mögött kitapintható, hogyha az egyik vagy másik fél, különösen a pogány fél nem is akarta érteni, bizonyos szinten azért mégiscsak értették egymást. Igen, és ugye ezt nekünk innen magyarul Bibliát olvasó embereknek más értelmezni, ugyanis amit te is mondtál a szimbiózisról, ez ugye gondolom ott is fellelhető, hogy ezek az alapfogalmak az Új Szövetségben, amelyeket használ a görög, azokat filozófusok elemezték ki, vagy alkották meg. Most gondolok ilyenre, mint a logosz, a nósz, amik ilyen központi fogalmak az Új Szövetségben, ez visszanyúlik a görög filozófusokhoz. Így van. Ezzel kapcsolatban teljesen egyetértek, nem csak ezek a leginkább ismert közkeletű kifejezések, hanem szinte mindegyik lélekfilozófiával, vagy jobban tetszik, bibliai antropológiával, exegézissel, bármivel kapcsolatos fogalmak, amelyet az újszövetségi koiné, már úgy értem, hogy a páli levelek, mert ugye az evangéliumok azért lényegesen kevésbé alkalmaznak és használnak, azok jelentésterhelt fogalmak. Egyszerűen nem lévén élő nyelv már a görög, és bármennyire hatalmas kulturális örökség is áll rendelkezésre az analógiáknak a megalkotására, pontos konnotációját ezeknek a kifejezéseknek, különösen ha idiómák, tehát valóban kifejezések, nagyon nehéz belőni. De tény is való, hogy ha mindenki által ismert példával hozakodunk elő, és az általában ez a leghálásabb, ugye megszoktuk, különösen a Szent Pál Akadémia hallgatói megszokták ezt a bizonyos háromosztatú antropológiai sémát,
Testlélek, szellem, most ezzel is némi gond van, mert ugye a test szóra melyiket használjam, a felkínálkozó legalább kettő vagy három közül. Egyszerűen a korabeli ember számára lett légyen az megtért keresztény, és őszintén megtért nagyműveltségű keresztény, egyszerűen lehetetlenség volt eltekinteni ad egy attól, hogy a psziché, a lélek az egy gyűjtőfogalom, tehát abszolút gyűjtőfogalom, abban ezer minden fér bele és használták. A pneuma viszont, az viszont körülbelül annyit jelentett, mint a furor, vagy tehát a harag, vagy az indulat, vagy pedig ezeknek különböző nedveket feleltettek meg. Tehát valami nagyon alacsony rendű lélekrész és lélekfunkció. Na most ezt kellett volna a legmagasabb pozícióba helyezni. Természetesen kínálkozott rá analógia, hiszen például már a középsztoa idején, Chrysippostól kezdődően ott van a példa, ugyanis a sztoikus legfőbb principiumnak egyik neve, a ezer neve van. Logosz, pneuma, pür, pranoia, stb. Tehát logoszt ezt nem fordítom, mert nem lehet, a pneumát nem fordítom, mert nem lehet, legyen szellem. A pür az tüzet jelent, a pranoiát megint nehéz lefordítani, mert keresztény kontextusban gondviselést jelent. De nem keresztény kontextusban, nem okvetlenül ezt jelent, tehát egyáltalán sorsod, és így tovább, és így tovább. Tehát kínálkozott analógia, de hát látod, pont a sztoa az a nyelvhasználatot illetően, nem hogy segített volna a dolgon, hanem még sok értelműbbé, még kétségbejtőbbé tette a helyzetet, hogy akkor ez most micsoda. Következésképpen ez az ádáz egzegetikai küzdelem, amely elindult, hát a második század derekától vagyunk képesek egyáltalán egy nyomon követni, ez egyúttal a szótárban is zajlott, nem csak a világtörténelemben, hanem a szótárban. Kisajátítani valamelyik kifejezésnek a jelentését, és egyeduralkodóvá tenni azt a bizonyos jelentést, az nagyobb és fontosabb feladat volt adott esetben, mint valamely aktuál politikai küzdelemnek a véghezvitele és megvívása. Hát ugye az előbb kicsúszott a számon ez a kifejezés, hogy trinitológia, vagyis szentháromság tan, amely ugye a teológus hallgatók, a keresztény teológus hallgatók számára, hogy mondjam, a vízválasztó, ez a legnehezebb stúdium, nyomon követni, ugyebár. Hát itt egészen jól, egészen világosan megmutatkozik, hogy körülbelül másfél-két évszázadnak kellett eltelnie, amíg az amúgy görögül beszélő, mondom görögül beszélő egyházatyák nagyjából ugyanazt értették ezeken a kifejezéseken, hogy mit tudom én, hypostasis, vagy úszia, és így tovább, mint amit mi értünk visszamenőleg a níceaitól a II. Konstantinápolyi zsinatunk megfogalmazott kánonok. Tehát ez csak utólag tűnik valami olyan, hogy is mondjam, csak snasz dolognak, hogy vajon miért kellett ebbe az egészbe beleálltani magát a keresztény világnak előre és közben. Ez egészen másként fest. Hát gyakorlatilag, aki csak projektált, tehát visszamenőek, próbálkozik ilyen, hogy is mondjam, kegyességi alapon ítélkezni, hát annak fogalma nincs róla, hogy igazából véve milyen darásfészekben nyúlt bele. És érdekes módon, hogyha néhány évtized múltán, ilyen néhány évtizedes behatott tanulmányozás után kezdi újra, akkor ezeket a kérdéseket ilyen formában nem szokta feltenni. Furcsa, ugye? Na most akkor egy személyes kérdés így a végére, mert az időnk az a végéhez közeledik. Mit gondolsz, aki magyarul olvassa a Bibliát, és kizárólag így olvassa, meg fogja tudni érteni azoknak a mondatoknak a valódi tartalmát? Amit mondjuk, ha ismerjük az ógörög nyelvet, illetve ezeknek a fogalmakról legalább valami fogalmunk van, akkor esetleg könnyebb. Nézd, hát a Bibliának most ugye, vegyük csak a hébert és a görögöt, ismerete vagy nem ismerete, hát ez csak az elit kultúra része lehet, ezen nincs mit filozofálni. Másfél pedig azért arra figyelmezzünk, hogy a klasszikus protestantizmus kora óta, illetve már az ókor óta, hiszen
mit tudom én, grúzul vagy örményül az 5. századtól rendelkezésre áll standard biblia fordítása, stírül, meg koptul, nem is mondom meg, meg latinul, meg egyebek. De most csak maradjunk az európai kultúrában a protestantizmus, tehát a 16. század ez irányú küzdelmeinél, tehát a Bibliának a nemzeti nyelveken való megszólaltatása az lehet, ez egy második, hogy mondjam, küzdelem vagy harca kinyilatkoztatásért, ha szabad így fogalmazni. Ez nem egyszerűen egy fordítás, hanem nemzedékek közös műve. Jó és rossz értelemben egyaránt. Következősképpen nekem az a szerény véleményem, hogy igen, minden további nélkül megértheti, maximum azt szeretném szögletes zárójelben, hát hogy is mondjam, csak megszorításul fölemlíteni, hogy hát azért mondjuk a 36. vagy 38. revíziójánál tartunk a Károli fordításnak, ami úgy hasonlít az eredetihez, hogy hát nem is tudom, szóval kicsit se. Szóval például a Károli fordítás, az, ami a maga idejében 1590 táján választott magának az 5 konkurens közül egyik irodalmi nyelvet. Ez egy halatlan modern fordítás volt, szóval a Károli fordítás alapján exegézést végezni bármennyire is szerviesült a magyar kultúrában, azért nem túl szerencsés dolog. Napi olvasmánynak viszont kiválóan megteszi. Tehát bízunk abban, hogy az inspiráció az a Biblia olvasás közben jelen van. Ha ebben nem bízunk, akkor, hát hogy mondjam, akkor nem túl sokat ér a meggyőződésünk és a keresztény hitünk. Azért mondom, hogy a nemzeti nyelveken történő megszólaltatása a Bibliának az több annál, mint irodalmi tett. Az nemzedékek szellemi agónia, küzdelme, aminek azért meg kell, hogy legyen annyi pozitív hozadéka, mert az imént gondolom nem egyedül bátorkodtam megszavazni, vagyis az igen. Nagyon szépen köszönöm dr. Rugási Gyulának, az MTA doktorának, egyetemi tanárnak és a Szent Pál Akadémia oktatójának, hogy ebben az órában a vendégünk volt. Hát arra vettük a bátorságot, hogy a görög filozófiákról beszéljünk, és ahogy ígértük is, csak belekóstoltunk ebbe a témába, de hálásak vagyunk azért, hogy erre is lehetőségünk volt. Én is köszönöm a meghívást és a megtisztelő figyelmet egyaránt. Többen jelezték a hallgatók közül, hogy nagyon érdekesnek tartják a témát, hát én búzdítalak benneteket, hogy a jövő héten is tartsatok velünk. Hétfőn 12 órakor a hétköznapokban folytatjuk a sorozatot, világnézetek a Biblia tükrében. Nincs is más feladatom, mint hogy elköszönjek tőletek. A mai munkatársaim Császár Enikő, Kamer Jonatán, Szobota Zoltán, Jánbor László, Lungauer András voltak. A mikrofonnál Fekete Ritát hallottátok, további jó rádiózást kívánok.